száz esztendeje Pécs és Mohács Bornya déli részével visszatérhetett Magyarországhoz. Pécs és a Dél-Dunántúl szerb megszállás aluli felszabadulására emlékeztek augusztus 22-én a Baranyai megyeszékhely főterén. A hagyományőrző honvéd gyalogdandár szervezésében több mint 100 kórhű ruhákba öltözött hagyományőrző részvételével zajlott a rendezvény. Ünnepi beszédében Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke úgy fogalmazott, a haza, a nemzet, a szülőföld ma is bátorságra, helytállásra hív bennünket az idegen erőkkel szemben. A kincses Baranya érti a 100 éves üzenetet, és tudjuk, van és lesz erőnk megvédeni magunkat és az örökségünket. 1921. októberében Pécset tartózkodó Horthy Miklós kormányzó ezt mondta. Ma egy irány van, a becsületes, a tiszta, a magyar nemzeti keresztény irány. Ezt pedig napjainkban is meg kell tartanunk, tette hozzá az elnök. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János is, aki köszöntőjében azt mondta, Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényében Bornamissza Gergely azt iratta a kardjára a hazáért. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, hogy a haza jelenti a Kárpát-medence történelmi, földrajzi tájait, de jelenti az itt élő magyar embereket és az itt élő nemzetiségeket is. A haza ugyanakkor jelenti az eleinkhez kötődő tiszteletet, hagyományaink és kultúránk megőrzését, annak átadását gyermekeinknek és unokáinknak is. De a haza jelenti azt is, hogy ismerjük a múltunkat, nem feledkezünk meg róla, és megemlékezünk az ismert és az ismeretlen magyar hőseinkre. A Károlyi kormány hadügyminisztere Linder Béla, akkori pécsi polgármester közreműködésével létrejövő, nemzetközileg el nem ismert köztársaság területéhez tartozott Tolna vármegye déli, Somogy vármegye dél-keleti része, Baranya vármegye háromnegyede és Észak-Bácska. A bábállam egyedül a szerb hadsereg védelmét élvezte, amelynek baranyai kivonulását követően a nemzeti hadsereg vonult be a területre, és ez a köztársaság végét jelentette 1921. augusztus 22-én.